mondanám ugye, hogy a bűn zsoldja a halál, ugye a bűn miatt érni a halál, ugye te beszéltünk már a bűnesetről. Másrészt én azt gondolom, hogy Jézus ezt is feloldotta. Tehát amikor Jézus már mutatja, hogy az örök élet az, hogy ismerje téged. Jézus egy ilyen közvetlen kapcsolatot hozzá az Istennel már most, a halálon innen, és gyakorlatilag ez fog kiteljesedni a halálon túl. Én azt gondolom, hogy itt a büntetés szagát. furcsa kifejezve azt hiszi el. Tehát azt gondolom, hogy innentől kezdve már nem büntetés, hanem egy lépés. Van bennünk egy alapvető félelem a haláltól mindenképpen. Tehát egy természet, normális, épp eszénél lévő ember az fél a haláltól. Tehát, hogy mindenki megrendül. Ez ugye egy egyszerű pillanat, tehát ez az, amit nem lehet megismételni. Azt gondolom, hogy azért félünk, mert mindenféle hitünk ellenére az emberben egyrészt van egyfajta reménytelenség is néha bizonyos esetben, másrészt pedig ott a félelem, hogy ahogyan ezt az utat végigjártam, az most az egy jó végigjárt út volt, sok mindent bárok most, vagy nem. És hogy ami nekünk, vagy minket segít, tehát amivel az én életem több, mint egy nem hívő ember élete, az a keresztre feszítésnek a pillanataiban, amikor Jézus beszél, hát ott a két latorra, és akkor azt mondja a jobb latornak, aki azt mondja, hogy Uram, könyörülj rajtam bűnösön. És azt mondja neki Jézus, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. És ez egy nagyon érdekes mondat számomra, hiszen évente, amikor úgy húsvét előtt úgy mindig följön bennem, hogy nem valami részlegeset ígér. Tehát nem azt mondja, hogy hát akkor majd ott a mennyországban ott a külső részen, tehát lesz majd egy ilyen mennyország külső, és akkor te majd ott leszel. Hogy úgy becsúszol valahogy. Hanem azt mondja, hogy te minden most megbántál, ott leszel, ahol én vagyok. Hát ettől nagyobb dolog azt hiszem nincsen. Ezért fontos az, hogy a saját hitünket erősítsük, hogy az igen, mert mi tudjuk, hogy hová tartunk, miért élünk, és hová megy. Erről